Orbán Viktor magyar miniszterelnök elmondta, most kell létrehozni gazdasági értelemben is Közép-Európát, mert most van erre energia és erőforrás. Orbán Viktor felszólalásában kiemelte, közös cél, hogy Európa erősebb legyen. Európának technológiailag vissza kell kerülnie a csúcsra, saját európai véderőkkel, továbbá nem Európai Egyesült Államokról, hanem Szabad Nemzetek Szövetségéről kell beszélni, tette hozzá. A magyar miniszterelnök az illegális bevándorlás kérdésével kapcsolatban elmondta, a visegrádi országok nem akarnak bevándorló országgá válni. Mi nem akarunk bevándorló ország ellen, és segítünk annak, akinek kell, efelől sosincsen vita, akinek védelemre van szüksége, azt meg fogjuk adni, de migránsokat nem fogadunk be, sem most, sem korábban, sem később nem fogunk, mert nem akarunk bevándorló országgá lenni, és a saját gondjainkat, például a népesedési gondjainkat sem akarjuk bevándorlással megoldani, hanem családpolitikával. Robert Fico szlovák miniszterelnök a szlovák-magyar kapcsolatok minőségéről és annak megőrzéséről beszélt. Köszönetet mondott Orbán Viktornak a kapcsolatok kiépítésében tett erőfeszítéseiért. A V4 azon országok csoportjába tartozik, akik elmondhatják, hogy az Európai Uniós tagság számunkra sikeres volt, és továbbra is az. Szerintem közülünk senki nem sajnálja, és nem is sajnálhatja azt, hogy az adott pillanatban ezt a döntést meghoztuk. Montenegrót azonnal, Szerbiát pedig minél előbb fel kell venni az Európai Unióba. Ezzel stabilizálódna a Balkán helyzete, hangzott el Budapesten.